tavalyi versenysikerek Rizinek meghozták azt az elismerést is, hogy a kölni motorkerítés Suzuki stand sajtó tájékoztatóján egy kiemelt személyiség volt, egy kiemelt személy volt, a megemlítésre kerültél, és te leplezted le az egyik motort. Mikor jött ez a Suzuki felkérés, vagy tudtál-e róla? A felkérés már régóta megvolt, hiszen tudtam, hogy jövök a kiállításra. Abban ezt én... első nyugtad, mert szólhat-e volna? Ezt én is ma reggel tudtam, hogy az egyik motort én fogom leleplezni, hát az összes motort egy versenyző leplezte le, az egyik az én voltam. Mit kell tudnunk a jövő évi szezonodról? Ez egy jó kérdés, a leleplezés megvolt, azt még mi sem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni jövőre. Sok a kérdőjel, ugye bemutatták az új 600-ast, az új 750-est, még akár lehet, hogy valamelyikkel versenyezni fogok. Hát előre láthatók szerintem, hogyha megszavazták ezt a bizalmat, hogy a jövő évi modell bemutatón ott vagy, akkor csak-csak számítanak rá. Az biztos, hogy motorozni fogunk, és hogy a Suzuki-val fogunk menni, hogy melyik motorral, meg melyik bajnokságban, ez még egy picit kérdéses. Mit látsz itt közelről az új motorokról, hogy a 8 kg lett könnyebb a 750-es, egy Brembo féket kapott, mire számítasz? Én úgy gondolom, hogy a 8 kg sokat fog számítani, ugye egy picit kezelhetőbb is lett a motor, hiszen átdolgozták az erőforrást is, egy picit erősebb lett alulról és középen, egy kicsit jobb az erőleadás a motornak, illetve a futóművön is sokat dolgoztak, megkapta azt a nagy dugattyús első futóművet, ami az ezresben is látható, illetve egy picit felzárkoztak a többiekhez, hiszen újra választható fokozatok vannak, ugye a menet teljesítményben lehet kapcsolgatni, mekkora erőleadás legyen. Én azt hiszem, hogy sokat léptek előre, versenyképes utcai motor lesz, és azt gondolom, hogy a versenypályán is megállja a helyét. Versenypályán nem nagyon szoktátok használni, gondolom, ezt a teljesítményi kapcsolgatást. Nem, ott ezt nem használjuk, így másfajta elektronikával megyünk, ott ilyen lehetőségek nincsenek is, de azt hiszem, hogy ott nincs rá szükség. A te méretednek nem jelent problémát, a te magasságodnak, hogy egy kicsit rövidebb lett a motor, ugyan a kormányon szélesítettek, de azért ugye a tengelytáv is rövidült, meg közelebb került a kormányhoz az ülés. Nem gondolom, hiszen alapvetően van ennél rövidebb motor is a piacon, úgyhogy azt hiszem, hogy megtalálják az amely középutat ezzel. Hát szurkolunk Rizinek jövőre is, hogy olyan sikereket érjen, hogy a következő sajtótájékoztató már mondjuk a főember legyen bárminek a világbajnoka. Leszel te még világbajnok az életben, vagy számítasz ilyenre, vagy milyen jövő, hosszabb távú terveid van? A hit marad meg mindig az embernek, persze, hogyha nem hinni az ember, hogy odaérhet, akkor nem csinálnak. Úgy gondolom, hogy egy komoly Suzuki német bajnoki cím is elég nagy elismerés, illetve siker lenne az életedben. Szurkolunk neked, és figyeljük majd jövőre a versenyeidet. Köszönöm.